Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, szeretett barátaim. Itt vagyok most itt a budai oldalon. Sándor Renátóval együtt voltam, intéztünk dolgokat, ahol voltak problémás ügyek. Velem volt ugye kollégánk, és azért azt tudni kell, hogy ugyebár most rosszul lett, itt látjátok, itt van hátul. Idegalapi dolog. Ugyebár egyébként is szíves, mind, ahogy ő most mondja is, szerencsére időben vissza tudtam jönni, visszafordultam, mert én már hazafelé indultam, hívtak, hogy jöjjek, és ugyebár rosszul lett, idegalap egyébként is szíves, szívével problémák vannak, rosszul lett, elesetbe ütött a fejét is, most hány inger van, lehet, hogy a kis agyrázkodás is lehet, de ugye itt van a mentő is, úgyhogy elég gyorsan, hát egy 15 perc múlva kijöttek, úgyhogy hívtam, én is beszéltem velük. Ez az üzenete mindenkinek, az, ami zajlik itt Magyarországon, ez a mindenkellen uszítás, pénz miatt, meg tisztségek, meg ez a kamu tisztségek egymásnak ígérgetnek, és akkor most ez van, itt van, nézzétek meg, ott van a háttérben kollégánk a Renátó, és ezért most egyszerűen nem találok szavakat, hogy hova jutottatok, rivalizáló pénzhez jutni akaró, nem tudok mit mondani, gonoszságok, hogy lehet ezt csinálni. Tehát persze, hogy kiborult, tönkrement idegileg, ugyebár, mert ugye mindig keresi valaki, most legutóbb megint ugye a Raffel Guszti kereste, hogy hagyja itt az ékét, ne foglalkozzon az ékével, ezzel is fölidegesítette magát, ugye. Most május 1-e van, 2020, jó lenne abba hagyni, jó lenne, hogyha üzeni a Renátó is, hogy hagyjátok őt is, hagyjátok az ékei másokat, nem kéne foglalkozni velünk, foglalkozzatok magatokkal addig, amíg rendben van minden, mert ez egyszerűen minősítetetlen, ami itt zajlik, minősítetetlen, hogy bizonyos cigány emberek, ugye Karácsony Lajos, tudhatjátok, Szigeti Zoltán, ezek a gonosz emberek, Juhász László, Tar Sándor is, tehát itt mennek ezek a dolgok oda-vissza, tiszta szégyen a Facebook valóban, ő miattuk, ők belőlük áll, nekem válaszolni kellett, ma válaszolok utoljára, aztán befejezzük az egész történetet. Ugye ma akartam már 8 órakor élő videóban elmondani mindent, de úgy néz ki, hogy most vagy későn tudok, vagy mondjuk holnapi napon, és én ezt lezárom, nem vagyok kíváncsi rátok, gonoszok, hagyjátok abba, itt van egy ember életet, majdnem tönkretesztek, imádkoztam érte most, meg még fogok, hogy ne legyen baj, rendben legyenek a dolgok. Kérlek mindenkit, most kérek, fejezzétek be gonoszságaitokat, foglalkozzatok a családotokkal, azokkal nem törődtök, meg magatokkal sem. Most az, hogy valaki börtönben volt, az egy dolog. Az, hogy kábítószerezik, legyen az ő dolga. Álljon meg a menet. Undorodnak az emberek már tőletek, akiket felsoroltam. Aztán van a Kovács Gyula is még, ő a párt vezető, és ők hozzájuk tartoznak itt a legtöbben. Isten áldjon mindannyiótokat, majd még beszámolok erről az esetről, úgyhogy minden rendben lesz. Nyugalom.